választással folytatjuk a startot, de most nem politikai pártok közötti választásról fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy a házi asszonyok naponta szembesülhetnek azzal a kérdéssel, hogy vajat, vagy margarint vásároljanak, szóval ez egy tömegeket érdeklő probléma, illetve nem probléma, de lehet, hogy mégis ugyanis az Egyesült Királyságban elindult egy kampány, aminek az a szövege, hogy dobjuk ki a tehenet, és arra próbálják rábírni a vásárlókat, hogy válasszanak növényi alapú tehenet, Termékeket, és ez a reklám Magyarországon is megjelent, igaz nem ennyire brutális szöveggel, úgy szól a szöveg, hogy hagyjuk békén a tehenet. Most erre a plakátkampányra eléggé, hát pestjesen szóval kiakadtak a tejtermelők, és ezért kértük meg konc Mátét, hogy jöjjön el a reggel hozzánk. Ő a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége elnökségi tagja. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Azt írják önök, illetve a Tejtermék Tanács és az Agrárkamara a közös közleményükben, hogy újabb nemtelen támadás érte a hazai állati termékpályát. Ez ennyire komolyan vendő ez a, ez a margarin melletti kampány? Összességében nem a margarinnal vagy a vajjal van a probléma. Mind a két termék elfér a piacon, mind a két terméknek megvannak a hagyományai, megvannak a fogyasztóköre, Természetesen mind a két termékgyártója saját termékét uh, promótálja, ezzel nincsen semmi gond. A probléma nem a termék. A probléma az, hogy egy olyan összefüggésbe, egy olyan összefüggésrendszerbe helyezték be ezt a két terméket, ami legalábbis igaztalan kérdéseket vet föl, olyan dolgokat sejtett, amelyek nem igazak, és uh, Például, mit sejtett, mert én abból, hogy hagyjuk békén a teheneket, annyira durva a sejtetés, nem véltem kihallani. Összességében ezzel nincsen gond, bár, hogy elhangzott itt is, ha az angol szöveget megnézzük, az egy kicsit erősebb állítás. Valószínűleg magyarul ez tényleg annyira, annyira karcosan hangzik, hogy nem vállalták, hogy ezt tükörfordításban betegyék. De maga a reklám arra utal, az ábra arra utal, hogy vajat lehet tehénnel és tehén nélkül is előállítani. Tehén nélkül nincsen vaj, tehát szögezzük le, a margarinnal semmi probléma nincsen, vagy legalábbis nem a mi dolgunk, hogy megállapítsuk, van arra, megállapítsuk, hogy van-e vagy nincs, arra ott vannak gasztroenterológusok, dietetikusok, gasztronómiai szakemberek, ők majd mondanak valamit, a fogyasztók pedig eldöntenék, eldöntik, hogy melyiket szeretnék. De azt sejtetni a fogyasztóval, hogy a vaj és a margarin ugyanaz, az már fölvett akár fogyasztóvédelmi kérdéseket is. Itt pedig részint erről van szó. Hát, tehát önök úgy értelmezik ezt a reklámot, hogy azt próbálják elhitetni a vásárlókkal, hogy van olyan vaj, vagy vaj szintű termék, ami pusztán növényi alapanyagból származik, de szerintem a reklám ezt nem sejteti, csak azt mondja, hogy hagyjuk a telnet, tegyünk margarint. Tehát én egy picit úgy érzem, hogy önök túl gondolják, ráadásul azt mondják, hogy etikai kérdéseket is felvet, és azt kérik, vagy követelik a reklámozó cégtől, hogy vegyék le ezeket, a, ezeket az állításokat. Kaptak reakciót egyébként? Választ -e erre a kérésükre? Hmm. Legjobb tudomásom szerint a reakció nem is érkezett. Nem gondolnám, hogy túlságosan sokat kell foglalkozni vele. Valamilyen szinten egyébként a reklám elérte célját, hiszen egy reggeli műsorban a televízióban erről beszélünk. Sok Tehát sok embert ilyen tek te ilyen tekintetben már sikeresnek is vehetjük. Uh -huh. Ami fontos, hogy ne keverjünk bele a reklámba, a marketingbe, különösképpen igaztalanul olyan szektorokat, akikre ez nem tartozik. A fogyasztó döntsön a termék választásáról az élelmiszer ágazatok pedig majd őt kiszolgálják. De azt mondani, azt sejtetni, hogy tehén nélkül ez akár jobb is lehet, nem állja meg a helyét. Ha kivesszük a tehenet ebből, ebből a képletből, akkor sokak megélhetését veszélyeztetjük, akkor a környezeti fenntarthatóságot veszélyeztetjük azokon a területeken, ahol kérődző állatok, legelő állatok éltek és táplálkoztak eddig. Az ökológiai diverzitást veszélyeztetjük, tekintve, hogy ezek a gyepek nem fenntarthatók a szarvasmarha nélkül, de ha azokat a területeket, ahol takarmányt állítottunk elő ezeknek az állatoknak, besűrítjük a növényolajipar alá, akkor nem azt az eredményt érjük el, mint amit szeretnénk. Ezeket az utalásokat célszerű megkerülni, ezeket kell kivenni, és egy olyan, olyan kampányt folytatni, ami, ami, nem, nem kever bele olyan tényezőket, amelyek nem valók oda. És ön szerint el lehet hitetni a társadalommal, hogy, hogy tej nélkül elő lehet állítani vajat, tehát hogy nem annyira tájékozott a társadalom, mint, hogy, hogy a margarin az pusztán növényi alapú, és pont azért találták ki, azt hiszem a 19. század végén, mert hogy háborús szituációban nem lehetett előállítani vajat, és azt hiszem a harmadik Napóleon kérte, hogy dolgozzanak ki valami pót megoldást, tehát hogy az, az emberek még ezen a szinten vannak? Oh az urbanizált társadalom egyébként is távolodik el a mezőgazdaságtól, gyakorlati értelemben is, hiszen egyre kevesebbet találkozik a, a mezőgazdasági termeléssel, és tudásában is, hiszen egyre kevésbé látják a most felnövekvő generációk, hogy um, hogyan lesz a, a csirkemelfilé, nem tudják, hogy amit ők karajnak ismernek, az egyébként egy sertés nevű állatnak a vázizomzatához tartozott korábban, és jó néhány ilyen kérdés eltávolodik a minden Napoktól, hogyha ebben a helyzetben nem edukálunk akkor, amikor marketingkampányokat folytatunk, nem megértetni próbáljuk a fogyasztókkal, hogy mi hogyan lesz, hanem, hanem pont ellenkezőleg elkenünk kérdéseket, és olyan utalásokat teszünk be egy-egy ilyen hírverésbe, ami megtévesztésre irányul, akkor megítélésünk szerint nem járunk jó úton. Kétségtelen, hogy vannak olyan termékek, hogy például azt állítják róla, hogy vaj, vajízű margarin, ami ugye, hát valójában lehet, hogy vajízű, de mégsem vaj. Viszont akkor, hogy mondja, hogy edukálni kéne a lakosságot, miért nem indítanak önök egy ellenkampányt, hogy felejtsék el, hogy nincs olyan, hogy vajízű margarin, vagy vaj, vagy margarin, válaszd a vajat. Nem szeretnénk kampányok útján kommunikálni a fogyasztókkal. Mi elmondjuk a véleményünket erről a kampányról, ezeknek az állításairól, utalásairól, sejtetéseiről. De nem gondolnám, hogy annyira komolyan kell venni ezt a kérdést, hogy erre bárkinek külön kampányt kellene indítani. Pedig igen, nekem úgy tűnik, hogy komolyan veszik, mert azt is írják ebben a közleményben, hogy ezek a reklámkampányok a magyarországi tejágazatban dolgozó több tízezer ember megélhetését veszik semmibe. Tehát egy valós veszélyt Semmibe veszik, és a veszélyeztetik, azért az két eltérő fogalom. Valóban kicsit talán méltatlannak is érezhetjük ezeket az utalásokat, de azért veszélyeztetésről még nem kell beszélni. És egyébként a tejtermelők Magyarországon hogy állnak? Én évekkel ezelőtt készítettem riportot, tíz évvel ezelőtt, és ott volt olyan teljes gazda, aki azt mondta, hogy ha, ha év végére kijön nullára, minu, nullára, igen, akkor neki az már pozitív a tejtermelésben is erősen hektikus piacon kell helytelni mindenkinek, aki ebben a szektorban dolgozik. Jelen pillanatban nem menjünk messzebb, és nézzük meg azt, hogy ám a kormányzati kommunikáció folyamatosan az, hogy megújítják az állattenyésztést, források érkeznek az állattenyésztési szektorokba, így a tejágazatba is, ennek ellenére a szarvasmarha állomány és ezen belül a tehén állomány is 2020 óta folyamatosan csökken az állatállomány csökkenésével az egész ágazat a destabilizáció irányába hat. Tehát mindaddig sikerről beszélni, amíg legalább szinten tartani nem tudjuk az állományt um, talán felelőtlen összességében a helyzet, ha nem is válságos, de jelenleg stabil és fejlődő állattenyésztési ágazatokról, így ezen belül tájágazatról még nem beszélhetünk. Végül utolsó kérdésként az meg kell kérdeznem, hogy ön vajat fogyaszt inkább, vagy margarint? Mind a kettőt. Máték. Köszönöm szépen a diplomatikus választ. Köszönjük azt, hogy a lehetőséget.